Sziasztok! Egy érdekes jelenségre figyeltem fel nemrégen a közösségi oldalakon folyó kommunikáció kapcsán, és azért szeretnék erre egy néhány percet rászánni, mert van egy hátulütője, amivel szerintem érdemes foglalkozni. A jelenség az volt, hogy megfigyeltem, hogyha valaki elkezdi magát így lehúzni, mélyebb önkritikát gyakorol, tehát hogy tényleg szapulja magát, jaj, hát én tudjátok, milyen béna vagyok, vagy tudjátok, mennyire nem vagyok egy modellalkat, vagy tudjátok, hogy én így és így. Tehát amikor valaki így lehúzza magát, kritizálja saját magát, akkor teljesen automatikusan kiváltja a környezetből, hogy mindenki próbálja meggyőzni ennek az ellenkezőjéről. Azaz azt írja, hogy dehogy nem, mert te nagyon klassz vagy, nagyon szép vagy, nagyon ügyes vagy, hidd el magadról, te is érsz annyit, és szuper vagy, és jó lesz ez, tehát hogy húzzák fölfele. És a másik oldal, hogyha valaki valamiben így dicsérni meri magát, akkor meg hát a jól ismert lehúzó jelenség vagy dinamika így elkezdődik, erről mondjuk az Irítség című könyvemben többet is írtam, tehát hogy mennyire viseli vagy nem viseli jól a környezet azt, hogyha valaki elmer magáról hinni valamit. Tehát ott meg sokszor azért az van, hogy vagy viccesen, hogy azért ne szálljál meg attól, vagy egészen konkrét kritikákkal, hogy jó, hát azért szerintem te se vagy annyira tökéletes. Megpróbálják egy kicsit meggyengíteni a pozícióját. Tehát az egész úgy néz ki, mintha lefelé kilógnál a sorból, mert túl lehúznád magad, akkor visszahúznak ebbe az átlagzónába, ha kilógnál fölfele, akkor meg lehúznak, hogy túl sokat ne így magadról, aminek ugye a célja, hogy mindannyian ebben a közép zónában helyezkedjünk el, hogyha nagyjából mellé rendeltek vagyunk egyikünk sem, több vagy kevesebb a másiknál, akkor abban nem kell olyan sokat foglalkozni, nem kell aggódni. De se nem kell sajnálni valakit, se nem kell aggódni, hogy ő nagyon túlszárnyalt minket. És ez tulajdonképpen még lehetne egy általános hétköznapi jelenség is, ami inkább így eszembe jutott, hogy mire készíteti ez az embereket. Tehát, hogyha megnézed azt, hogy járok akkor jól, akkor mivel tudnám elérni, hogy az emberek kedvesek legyenek velem, mivel tudnám elérni, hogy biztassanak, hogy jó szavakat mondjanak, hogyan tudom elkerülni a kritikákat, a lehúzásokat, a rossz indulatot, hát úgy, hogy egy kicsit inkább panaszkodom. És tudjuk, hogy egy ilyen kultúrában élünk, ami inkább a panaszkodásra, a sírásra van beállva, tehát hogy inkább még kevesebbet is mutassunk magunkról, mint amennyink van, és ez tényleg az irítség témakörébe tartozik, tehát hogy még véletlenül se váltsunk ki másból ilyenfajta rossz érzést, de hogy ez mennyire megjelenik még a közösségi oldalakon is, hogy tulajdonképpen ez afelé visz minket, hogy akkor tényleg, ha ezt akarjuk elérni, hogy jó indulatúak legyenek velem az emberek, akkor kevesebbet mutatok magamból, nem értékelem magam túl sokra, ilyen önostorozóvá válok. Lehet, hogy ez csak a kommunikáció szintjén csinálja valaki, és az még hát mondhatjuk, hogy jobban jár, mert az csak így manipulációs céllal használja ez, mert szerintem az is szomorú. De hogyha valaki mélyen elkezdi ezt hinni is magáról, tehát hogy megtanulja, hogy úgy jobb az élet, úgy megúszósabb, ha nem hiszek magamról túl sokat, mert akkor nem hívom ki a sorsomat magam ellen, vagy a sorsot magam ellen, akkor tulajdonképpen azt tanulod meg, hogy kisítőnek lenni egyszerűen gyümölcsözőbb ebből a szempontból, hogy megússzuk ezeket a pletykákat, vagy negatív visszajelzéseket, ezeket a lehúzásokat. Tehát olyan érdekes ez, hogy néha látok egy-egy posztot, ami hát legyen egy ilyen teljesen egyszerű dolog, hogy mondjuk egy nő megmutatja a ruháját, vagy nem tudom, valamilyen egyszerű dolgot magával kapcsolatban, és az, aki egy kicsit is ilyen, mondjuk nagyképű szöveget ír hozzá, mondjuk láttam hasonlót, hogy na, már ezzel nyűgöztem le a környezetemet, ott megjelentek ezek a nagyon negatív kommentek, ami részben érthető is lehet, hogyha valaki ezt úgy értelmez, hogy ez egyfajta polgárpukkasztás, mert milyen nagy arcú az illető, de hogy ha ugyanez a nő kitette volna így a posztot, és azt írta volna, hogy hát nem tudom, szabad-e nekem ilyen merész ruhát fölvenni. Mit gondoltok? Nem nevettetem ki magam egy ilyennel? Akkor meg az jött volna, hogy ne viccelj, hát te fantasztikus vagy benne, és vele, tényleg óriás az egész. És az a kérdés, hogy tulajdonképpen képesek vagyunk-e látni a másikat úgy, ahogy van,
hogy el tudunk-e vonatkoztatni attól, hogy éppen ő magát itt érzi, vagy itt érzi, és tudjuk-e látni csak olyannak, amilyen éppen. Tehát lehet, hogy kicsit ilyen túl maga biztosan odaírta, hogy ebben nyűgöztem le a környezetet, de attól még, ha mi is úgy érezzük, hogy lenyűgöző, akkor odaírhatjuk, hogy hát ezt nem is csodálom, mert tényleg lenyűgöző vagy ebben a ruhában. Tehát, hogy mi van akkor, hogyha nem kell, hogy jöjjön automatikusan a késztetés, hogy nehogy túl sokat gondoljon magáról, és mi van akkor, hogyha ő éppen így ilyen önostorozó időszakban van, és azt mondja, hogy túl kevés vagyok ez, akkor meg nem jön automatikusan a késztetés, hogy feltétlen föl kellene őt emelni. Ugyanis nem biztos, hogy ez a környezetnek a feladata, mert ebből pont, hogy ugyanúgy kialakulhat egy játszma, hogy tulajdonképpen azok, akik így nagyon okosan, ügyesen adakolják ezt a bizonytalanságot, önkritikát, kevés vagyok én ehhez dolgot, elkezdik arra használni a közönségüket, hogy mindig győzzék meg arról, hogy ő milyen nagyszerű. Tehát tulajdonképpen indirekt módon kipréseli belőlük a sok-sok dicséretet. És ez egy idő után azt gondolom, hogy egy ilyen energia elszívó folyamat, hogyha másokat használ valaki erre. Úgyhogy érdemes megnéznetek a saját reakcióitokat, hogy mennyire vagytok manipulálhatók a körítés által. Tehát, hogy más hogy rakod elétek valamit, az meghatározza el, hogy hogyan tudjátok látni, vagy tudjátok csak őt látni a körítés nélkül is. Ez egy izgalmas játék lehet. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Sziasztok!